az utolsó munkaterv szerint egy képviselőtestület ülésen elfogadásra került az önkormányzat 2015. évi költségvetése. Ez a költségvetés egy olyan igazán nagyon jó költségvetés, amely 12 év óta nem volt városunkban, hiszen működési hiány nélkül tudta a képviselőtestület elfogadni a 2015. évi költségvetését a városnak. A működési hiány azt jelenti, hogy a működést valamilyen forrásból esetlegesen finanszírozni kellene. Ilyen nincs Balmazújvároson, hiszen teljes egészében a működésünk biztosított, emellett nagyon sok fejlesztés is van ebben a költségvetésben, amelyeket ebben az évben meg fogunk valósítani. Éppen ezért érdekes az a két számadat, hogy 3,7 milliárd az önkormányzat bevételi főösszege, és 3 milliárd a kiadási főösszege ezen ö, költségvetési rendelet tartalmazza azokat a jogcímeket, azokat a tételeket, azokat a feladatokat, amelyeket finanszíroznia kell az önkormányzatnak, akár kötelező önkormányzati feladat, akár önként vállalt feladat, amelyet ebben a városban az itt lakók érdekében el kell végeznünk. Nagyon elgondolkodható számomra az, hogy 12 év után első működési hiány nélküli költségvetés volt, és mégis volt olyan képviselő, aki a képviselőtestületi ülésen se nem kérdezett, se nem javasolt, és érdekes módon mégsem fogadta el ezt a rendeletet, amely valójában egy olyan rendelet, egy olyan költségvetés, amely mindenre kielégítő magyarázatot ad, és minden tevékenységet finanszírozhatóvá tesz. Ezek a képviselők nem értem, miért nem javasoltak. Olyan dolgot, ami esetleg jobbította volna a költségvetést? Miért nem mondták azt esetleg, hogy többet szeretnének tartalékba tenni? Miért nem mondták azt, hogy van javaslatunk, ami építő jellegű lenne a költségvetésre, vagy miért nem mondták el a kritikájukat? Furcsa az is, hogy a bizottsági üléseken jelenlevő bizottsági tagok egyhangulag fogadták el a költségvetést, testületi ülésen mégis volt olyan, aki nem fogadta el. Ilyenkor elgondolkodom azon, hogy most a város érdekét nézzük, vagy a saját érdekünket, vagy mi a cél ezzel. Semmi gond nincsen, hiszen akik értették ezt a költségvetést, akik átlátták és tudják, hogy mit tartalmaz a költségvetés, azok elfogadták és biztosítják az önkormányzat folyamatos működését. Ez a költségvetés is úgy néz ki, mintha otthon megnézzük a saját családi költségvetésünket, vannak bevételeink és vannak kiadásaink. Jelen költségvetésben a bevételek azok összetevődnek az állami támogatásokból, a működési célú állami támogatásokból, illetve azokból a saját bevételekből, amelyeket az önkormányzat realizál. Saját bevételek az adóbevételek. Ezek az adóbevételek azért szükségesek, hogy fejleszteni tudjunk, illetve meg tudjuk valósítani azokat a kötelező feladatokat, amelyekre nem kapunk finanszírozást az államtól. Gondolok itt arra, hogy ezen évtől kezdődően a szociális ellátások rendszere megváltozott, hiszen a járási hivatalokhoz került az a szociális ellátás, amelyet kizárólag állami finanszírozásból lehet megvalósítani, és az önkormányzatoknál maradt az a lehetőség, hogy az önkormányzati segélyezési rendszert átalakítva az önkormányzat részben saját bevételből kell, hogy finanszírozza a szociális ellátásait. Elég nehéz feladat, hiszen Balmazújvároson a szociális ellátórendszer működtetése igen sokba kerül, de ez is a költségvetésben kielégítően került elfogadásra, és kielégítően tudtunk erre forrást biztosítani. Minden olyan tétel szerepel a költségvetésben, amely a kiadásainkat tartalmazza. Tartalmazza a költségvetés, az, hogy mik miket kell működtetnünk. Működtetjük az összes ö, általános iskolát balmazói városon. A fenntartási kötelezettség igaz, hogy állami, de a működtetés, az épületek, intézményeknek a fenntartása, a világítása, a javítás, karbantartás, az mind önkormányzati feladat. Működtetjük a közvilágítási rendszert. Működtetjük az összes szociális ellátórendszert. Gondoljunk arra, hogy az idős embereket, a szüleinket, nagyszüleinket el kell valahol helyeznünk akkor, hogyha minden nap dolgozunk és nem tudjuk a napi felügyeletet biztosítani. Tehát működtetjük az idősek otthonát, működtetjük az idősek klubját, működteti az önkormányzat ezzel szemben a fiatalok és a felnövekvő nemzedék számára a bölcsödét, óvodát kötelező feladatunk a köznevelés ellátása ilyen szempontból, gondoskodás a szociális ellátórendszer keretében ezekről az emberekről. Természetesen a kultúrára, a művelődésre, a könyvtár tevékenységre ugyanúgy biztosítanunk kell megfelelő forrást. Működtetnünk kell a, az egyéb intézményeinket, így gondolok például a fürdőre, működtetnünk kell a városüzemeltetést is, hiszen az utak fenntartása, az utak karbantartása, a tisztaság, az mind önkormányzati kötelező feladat, amelyet szintén el kell, hogy lássunk. Balmazújvároson a fejlődés nem áll meg valóban így van, hiszen itt élünk, és Balmazújváros a mi városunk, amelyet fejleszteni kell. Balmazújvároson már a költségvetés is tartalmaz néhány olyan fejlesztést, ami folyamatban van, vagy pedig a 2015. évben kell, hogy megvalósuljon. Felhívnám azért a figyelmét mindenkinek arra, hogy önkormányzatunk a térség országgyűlési képviselőjével kiválóan tud együttműködni, hiszen azóta, amióta nem ő a polgármester országgyűlési képviselőként, körülbelül 650 millió forintot hozott a településünknek a közvilágítás korszerűsítésére, fejlesztésekre, futópályaépítésre, kollégium megépítésre, a piac megvásárlására, ami nagyon központi kérdés Balmazújvároson, hiszen egy közösségi tér is, és mindenki nagyon szívesen megy oda ki és ezáltal itt Az itt élő emberek tudnak árosítani ott, amivel bevételt tudnak szerezni. Nagyon fontos a fejlesztés a fejlődés Balmazói Városnak, hiszen eddig is nagyon sok minden fejlesztés valósult meg, de ez nem állhat meg. Balmazújvároson tovább kell a fejlesztéseknek folytatódni, a fejlődésnek folytatódni. Kiemelt cél ebben az időszakban, ebben az évben a gazdaságfejlesztés, hiszen a gazdaságfejlesztés keretében fontos, hogy a munkahelyi teremtések valósuljanak meg, illetve a bevételeinket tudjuk növelni, nem csak az önkormányzat, hanem az itt működő ö, gazdálkodók, az itt működő vállalkozások is. Ez kiemelt célként szerepel az önkormányzat gazdasági céljai között. Látható-e már, hogy milyen évünk lesz? Persze. Az elején látható, hogy mi nagyon jó évet várunk, és nagyon jó évet szeretnénk. Évvégével tudjuk ugye értékelni azt, hogy milyen évet zártunk. De álláspontom szerint kiindulva abból, hogy hiány nélkül tudtuk a költségvetést elfogadni, csak jó év elé nézhetünk, hiszen biztosítva van az önkormányzat működése. Biztosítva vannak a fejlesztések, a beruházások, a felújítások, továbbá olyan fejlesztések és olyan beruházások fognak még megvalósulni, amelyeket nem is tartalmazhatott a költségvetésünk, hiszen ez ebben az évben megvalósuló pályázatok, illetve egyéb fejlesztéseknek lesz az eredménye. Úgy gondolom, és remélem, hogy évvégével is elmondhatom azt, hogy az önkormányzatunk egy nagyon jó év elé néz.